Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi magazint látják. Tamis Ákos vagyok, mutatom, mivel készültünk mára. Star Portrait címmel nyílt kiállítás Bonyhádon, farsangoltak a szépkorúak, iskola bemutató rendezvény Bonyhádon. Star Portrait címmel nyílt kiállítás Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A tálatot megtekintők világszerte ismert személyiségeket ábrázoló alkotásokkal is találkozhattak. Többek között Robert De Niro portréját is megtekinthették azok, akik ellátogattak a Bonyhádi Művelődési Központban megrendezett rajzkiállításra. A többségében híres férfi színészeket bemutató tárlat a Star Portrait címet kapta. Az alkotó Kersák Viktória elmondta, mikor kezdődött számára a rajzolás iránti szenvedélye. Nos, mindig is rajzoltam egészen kiskorom óta, már óvodába is jártam rajzszakkörre, illetve ilyen kreatív foglalkozásokra, általános iskolában is. És igazából ezek a rajzok azért segítenek nekem, hogy ki tudjak kapcsolni a hétköznapokban. Rendkívül élvezetes rajzolni őket, nem csak azért, mert a kedvenc színészeim javarészt, hanem mert mindegyik egy újabb kihívás jelent számomra. Ezeket a pillanatokat összeadom, aztán meg hirtelen körbenézek a falon, akkor kiderül mindjárt, hogy ezek bizony nem véletlenül töltött pillanatok. Voltak sosem, vannak ma sem, és mi, akik a különböző művészeti ágakban, én csak azt szoktam mondani, hogy maradék kultúra harcosok vagyunk, tehát teszünk és tenni szeretnénk azért, hogy újabb és újabb tárlatok, művek, zenék, képek, fotók és egyéb elkészült projekt produktumok készüljenek és kaphassanak a napvilágot, megérhessenek egy tárlatnyitást, megérhessenek egy bemutatót. Viktória elmondása szerint a portré mint műfaj az egyik kedvence a stílusok közül. Mondhatjuk, hogy nagyon ilyen emberközpontú vagyok, szeretem az embereket, szeretek emberekkel foglalkozni, és szerintem nagyon érdekes, hogy minden ember teljesen más személyiségben is és külsőben is. Az alkotótól megtudhattuk azt is, kik a kedvenc színészei. Kedvencemnek talán a Robert De Niro portréját mondanám, azért, mert neki nagyon-nagyon jó volt rajzolni a szakállát, illetve a ráncait. Viszont a másik kedvencem a Ewan McGregor portré, ugyanis ő a kedvenc színészem, ugye az Obi-Wan-t játssza a Star Wars-ban. Viktória elárulta nekünk, miért érdekesebb az idősebb férfiak portréját lerajzolni.
50 pluszos férfiakat rajzolok rá, de ez nem azt jelenti, hogy ez az ízlésem. Inkább csak azért őket választom, mert karakteresebb az arcuk, ugye a szakáll, a haj, a pigmentfoltok, a ráncok, ezek ebben a korban mind-mind ilyen extrák, amik, és ezáltal az új rajzaim nekem újabb kihívások, és láthatom rajta, hogy mennyit fejlődtem az előzőhöz képest. A művész eredményeiről is mesélt nekünk. Portréval azt hiszem csak egy versenyt nyertem tavaly, a Pilinszky 100 rajzpályázatot, de állatrajzaimmal már több pályázatot is nyertem, és hát ez egészen visszamegy az óvodába, általános iskolába. Kersák Viktória a jövőbeli alkotási terveiről és tanulmányairól is beszámolt. Most éppen Ralph Fiennes, aki talán a következőnek mondhatom, vagy esetleg Tom Felton, mert most róluk láttam ilyen nagyon jó képet, ami tetszett, de egyelőre most nem rajzolok semmi újat, mert végzős vagyok, és vannak végzős teendőim, illetve márciusban elutazok egy hosszabb időszakra az Egyesült Arab Emírségekbe, és most nem nagyon lesz időm rajzolni. A rajzkiállítás február 8-ától 24-ig megtekinthető a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. Farsangi ünnepséget rendeztek a Bonyhádi Gondozási Központban, ott ennek már hagyománya van. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere is részt vett. A farsangi rendezvényen híres előadókkal, zenészekkel találkozhattak a résztvevők. A központ dolgozói jelmezbe bújva örvendeztették meg egymást és az otthon lakóit. A szép korúak minden esztendőben nagyon várják ezt a téli programot, sokat készülnek is rá. Nagyon jól éreztem magam, reggeltől itt vagyunk, és nagyon jó volt, színvonalas volt, úgyhogy nagyon köszönjük a mindenkinek ezt a sok fáradozást, amit csináltak itt az ünnepét, meg minden. Csináljuk a fesztivált végül is. Igen, nagyon jó volt, nagyon jól érezzük magunkat. Sok szeretettel jövünk ide, nagyon várom minden nap, hétvégén otthon vagyok, de szívesen jövök, és mindenkit arra bíztatok, hogy csak jöjjön. Nagyon tetszett, és nagyon szépen köszönöm a főnököknek, hogy ilyen szépen megszervezték, és nagyon jól érzem itt magam. Több mint egy éve vagyok itt, de mindig ér valami meglepetés, mindig valahol elvisznek szorakozni, fagyizni, füredni, mindenhova elvisznek minket, és nagyon jól érzem magam, egyedül nem szeretnék otthon lenni. Itt jó, mindenkinek ajánlom, aki egyedül van, hogy jöjjön ide, nem marad egyedül, nem unatkozik. A gondozási központ intézményvezetője azt mondja, igyekeznek minden alkalommal olyan programokat rendezni, amiken minden hozzájuk járó szépkorú jól érezheti magát. Minden évben februárban rendezzük meg a farsangi bálunkat, mindig kötődünk a február 7-éhez.
évek óta ezen a napon történik, mert az egyik kollégánknak ma van a születésnapja, és egyben őt is szeretettel köszöntjük ezen a napon. Fontos, hogy megtartsuk ezeket a rendezvényeket, hiszen nem csak a telet szeretnénk elűzni, hanem egy kicsit felvidítani az időseinket, a klubtagjainkat. Hónapokig készülünk erre a rendezvényre, hogy egy olyan műsort tudjunk az idősek elé állítani, ami megnevetteti őket, és mi is jól érezzük magunkat ebben a szerepkörben. Az idén egy kicsit másképp történt, hiszen van sztár fellépőnk, Gányi Patrik személyében, aki elvállalta, hogy itt az intézményben az időseknek egy kicsit trombitál, egy kicsit énekel, és így legalább egy kicsit külső szemmel nézheti a mi tevékenységünket. Arra volt még szükség, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a rendezvényre, ezért sztárvendégeket hívtunk, akik mi magunk leszünk a sztárvendégek, és a Csináljuk a Fesztivált műsort próbáljuk idehozni a mi időseink számára. Megérkezik Zoltán Erika, Bangó Margit, illetve majd a Korda Gyuri bácsi is, hogy egy kicsit együtt búcsúztassuk el a telet. Amit még tudni kell erről a rendezvényről, hogy házi ízekkel készültünk még az időseknek, házi szendvicsekkel, az Étrend Kft. Jóvoltából az összes fánkot ők bocsátották a rendelkezésünkre. Étellel, itallal várjuk a mulatozni vágyó időseinket. Az eseményeken rendszeresen részt vesz Bonyhárt polgármestere is. A gondozási központ a Völgységi Önkormányzatok Társulásának az intézménye, és a társulás elnökeként természetesen, mint házigazda is, minden programukra szívesen jövök, ide az idősek klubjába, ahol most is hallható, milyen fergeteges hangulat van. Általában ezzel kezdik a kollégák az évet, a sok-sok színes programmal a farsang időszak az, ami a legizgalmasabbak egyike, hiszen mindig nagyon jó hangulatban telik, és nagyon sokat készülnek az idősek is rá, és a központ dolgozói is. Nagyon örülök annak, hogy idén ez ismét megvalósulhatott, és hogy újra meg tudták rendezni. Minden évben nagyon sok színes program gazdagítja az idősek otthonában is, és itt a klubban is a rendezvényeket, a programokat, ennek lehető most is részesei. A farsangi mulatságot szendvicsezéssel és hosszantartó beszélgetésekkel zárták a szépkorúak. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola rendszerint februárban farsangi bál keretein belül tart olyan betekintő rendezvényt, ahol is a gyermekek és a szülők megismerkedhetnek az intézménnyel és a dolgozóival. Idén sem volt ez másként. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola rendszerint februárban farsangi bál keretein belül tart iskola betekintő rendezvényt, ahol is a gyermekek és a szülők megismerkedhetnek az intézménnyel és a dolgozóival. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a szülők belelássanak az iskola életébe, megismerjék a tanítókat, hiszen a gyerekek velük lesznek naponta több órát, sőt egész napjukat velük fogják tölteni. Tehát nagyon fontos, hogy megismerjék a tanítónéniket, igyekszünk megmutatni, hogy mire számíthatnak tőlünk, és hogy mit tudunk nyújtani itt az iskolában. A szülők szerint nagyon jó hatással vannak a gyerekekre ezek a bemutatkozó rendezvények. Megismerik a tanárnéniket, megismerik az iskolát, látják, hogy hova járhatnak, mennyire jó ez a hely. Tájékoztatást kapnak a szülők, hogy milyen lehetőségek lesznek majd első osztályban, akár sport, akár bármilyen tevékenység kapcsán. Vas Valéria idősebb gyermekei is ide jártak, biztos volt abban, hogy most a kisebbek is a Széchenyi István Általános Iskolába jönnek tanulni. Ide járt a nagyfiam is, mikor ide költöztünk, ő negyedik osztályt kezdte, a nagylányom már az első osztályt kezdte itt, nagyon szeretik a sulit, valamelyik nap beszélgettek pont a kocsiba az élményekről, és hát az ikrek is ide jönnek így, ez nem volt kérdés számomra. Valéria mesélt arról, hogy melyek voltak a gyerekek kedvenc programjai. A zsákba macska az nagyon tetszett a gyerekeknek, igen. A férjem ült be az igazgató úrnak a tájékoztatására, úgyhogy de azon én nem voltam. Viszont tetszik a gyerkőcöknek kaja, innivaló, tánc, rohangálás, ez még szabadon most mehet. Zsófitól, úgy mint a többi gyermektől is, egyhangúan a következő választ kaptuk. A
nagyon jó volt az egész nap. Steiner Krisztián, a Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője elmondta, több alkalommal van lehetőségük találkozni a gyerekeknek és a szülőknek is egyaránt a tanítókkal. Ez jó hatással van az iskolára való átszokásra. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola ebben a beiskolázási időszakban mindig megrendezi a bemutatkozó napjait. Ebben az évben 3 ilyen eseményt terveztünk, egy lement már decemberben, most februárban pedig a Farsang témakörhöz kapcsolódva tartottuk meg a jelenlegi programot. Nagyon örülök annak, hogy sok óvodás jött el hozzánk, és nagyon sok szülő megtisztelt bennünket, sőt nagyszülő is volt. A program az úgy néz ki, hogy először egy ilyen igazgatói tájékoztató volt, ahol én bemutattam az iskolát, a specialitásokat, a lehetőségeket, beszéltem az uszodáról, beszéltem a német, illetve az angol nyelvoktatás lehetőségeiről, a jövőbeli tervekről, bővítésekről, ami nagyon fontos, ezt követően pedig a szülők megismerkedhettek, illetve természetesen a gyerekek is a leendő elsős tanítókkal. 3 helyszínen tartanak a foglalkozásokat, van egy nyelvi képzés bemutató foglalkozás, van egy, ahol olyan népi játékokat mondok, sajátíthatnak el a gyereket. A harmadik helyszín, ez pedig ilyen interaktív tábla használatával kapcsolatos, hogy a gyerekeknek csak ugye ilyen csoda ceruzaként, varázs ceruzaként hívjuk, élvezni szokták ezt a munkálkodást. Én úgy láttam, hogy az óvodások nagy örömmel érkeztek, annál is inkább, mert személyre szabottam mindenkit, megkerestünk egy kis levéllel, egy állarcot kellett készíteniük, illetve ki kellett színezzenek, amit hogyha visszahoznak, akkor kis ajándékot kaptak, valamint zsákba macskát húzhattak. Tehát én azt láttam, hogy nagy a lelkesedés, reméljük, hogy ez meg is marad. Több osztályt is indítanak szeptemberben, köszönhetően a nagy létszámmal rendelkező bonyhádi és környékbeli óvodáknak. A 2023-24-es tanévben 3 osztályindítását tervezzük. Úgy tűnik, hogy erre lehetőség is van, ugyanis Bonyhádon, illetve a Bonyhádhoz tartozó óvodákban 30-al több óvodás van, aki a beiskolázási korban van. Tehát én azt gondolom, hogy meg lehet a 3 osztály, ezért 3 tanítópárt neveztük meg. Én azt gondolom, hogy mindegyik nagy tapasztalattal rendelkezik, és mellette kellő lelkesedéssel. Ahogy láttam, a gyerekek is örömmel fogadták őket. Bízom benne, az egész esemény egy táncbemutatóval fog zajlani. Iskolánk egyik pedagógusa készítette fel a néptáncosokat egy ilyen farsanghoz kötődő tánccal, és az elmaradhatatlan farsangi fánkot is megkóstolhatják a gyerekek, de egyébként a szülők is. Egy biztos, hogy a 2023-24-es tanév elsősei izgatottan fogják várni az iskola első napját. Köszönöm, hogy az elmúlt percekben minket néztek, viszontlátásra!